Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, visszatértünk, hogy befejezzük a Bráha traktátust. Még egy fél oldalunk van, a 64-es lap, ami az utolsó lap a Bráha traktátusban, és egy pár perccel ezelőtt azzal fejeztük be, hogy Ovéde Dom, aki őrizte a szentélynek a fridládáját, az jutalomból azt kapta, hogy 6-6 gyereke született minden fiától, és ezek a ráadásul hatos ikrekként születtek, és hogy jött ki a szám, ugye ebbe bonyolultunk be az előbb, de borzasztó egyszerű, ugye 62 gyermekre tesz utalást az írásban, ez a 62 ugye úgy jön ki, hogy 8 fia, 8 menye, plusz 8, 6x8 az 48, 48 unokája, ez összesen 62. A következő részben Amarabi Abin ha Lévi, kola döjhekes a sa, sa de haktoj, kola nitche mipne sa, sa nitches miponov. Azt mondja Rabbi Abon, mindenki, aki üldözi az órát, az óra elmenekül előle. És mindenki, aki félreáll az órától, az óra is félreáll tőle. Magyarul, ha valaki nagyon türelmetlen, és mindent rögtön akar, akkor is, amikor éppen nem alkalmas az adott pillanat, az adott óra, akkor, és nagyon üldözi, és utol akarja érni az időt, az órát, az idő el fog szaladni előle. Ha viszont valaki türelmes, és félreáll, amikor éppen nem alkalmas az időpont, akkor az idő, az időpont is félre fog állni, amikor alkalmas lesz a helyzet. Tehát honnan tudjuk, hogy ez így van, hogy a türelem rózsát terem, ahogy magyarul mondanák, hogy a türelem megéri. Két nagy mester volt. Rába és Rabbi Yosef. Rabbi Yosefnek az volt a beceneve, hogy Sinai. Sinai. Sinai hegy. Ugye a Sinai hegyen adatott a Tóra, és őt így becézték, Sinai. Rábannak meg az volt a neve, hogy aki hegyeket tud elmozdítani. Oker Harim, a hegymozdító. Iszrechen lehussájta. Eljött az ő idejük. Eljött Rábának és Rabbi Yosefnek az ideje, hogy nagy emberekké legyenek. Salchu lehassam. Sinai ve Oker Harim. Eze mehem kaidem. Fölmerült a kérdés a bölcsek között, hogy a két nagy rabbiból, Rabbi Yosef és Rába közül ki legyen az, aki a vezetője legyen a közösségnek. Sajkolé, színálykai nem sákol, cichim nem marechatájó. Azt mondja, mit válaszoltak a rabbik? Sinai az alkalmasabb lenne erre. Miért? Mert mindenkinek szüksége van arra, aki búzát gyűjt. Csak értsük, miről van szó. Miért volt az egyiknek az a neve, hogy Sinai, a másiknak az a neve, hogy aki a hegyeket mozdítja el. Viszont az, akinek az volt a neve, hogy Sinai, azért nevezték úgy, hogy Sinai, mert a Tóra Sinaiban adatott, és hogy neki lexikális tudása volt, mindent megjegyzett, mindenre emlékezett, és ezért becézték Sinainak. Ezzel szemben Rabbi Yosef, Rába, őt azért nevezték hegymozdítónak, mert olyan jó volt az esze, az észjárása, a logikája, hogy hegyeket tudott elmozdítani egy vitában. Akkor melyik készség fontosabb? Melyik készség előnyösebb? A nagy tudás, a lexikális tudás, vagy a nagyon erős, éles ész? Azt mondták a rabbik, a nagy tudás az fontosabb. Miért? Mert kell, hogy legyen valaki, akkor nem volt Wikipédia, nem lehet meggooglizni a dolgokat. Kellett, hogy legyen valaki, akinek nagy lexikális tudása van, kire lehetett hagyatkozni. És azért nevezték úgy, aztán mindenkinek szüksége van a magtárra. Ő olyan, mint egy magtár. Áfati hén, lőj ki bele a befi észre, de amri léke de lai. Malchus tártensnin. Rabbi Yosef mégse fogadta el a felkérést. Hiába azt mondták, hogy ő a lexikális tudása miatt alkalmasabb, de mégis azt mondták, nem. Mégse jó, hogy nem akarta elfogadni. Miért? Mert egy jós, egy csillagjós azt mondta neki, hogy figyelj, te összesen 2,5 évig fogsz vezető lenni.
És azt gondolta magában, ó, 2,5 év, és utána meg fogok halni. Akkor inkább várok, még ráérek, hogy vezető legyek, és utána leszek 2,5 évig vezető. Átadta a helyet Rábának. Malach Rába eszlim, tartensnim. Rába 22 évig volt vezető, és amikor Rába meghalt, akkor kiválasztották Rabbi Jószefet, és tényleg akkor 2,5 évig volt vezető. Akkor mit látunk ebből? Hogy ő türelmes volt, és a türelem az meg is jutalma, türelme meg is jutalmazta. Itt a kommentárok fölteszik azt a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy Rabbi Jószef egy jóshoz ment, egy csillagjóshoz ment, ugye tilos mindenféle ilyen asztrológiát, meg csillagjós, meg itt ilyesmit foglalkozni. És azt mondják, hogy valószínűleg arról lehetett szó, hogy bár tilos elmenni egy jóshoz, de egy jós mond valamit, akkor nem lehet megtiltani, az ember meghallgassa. És akkor itt is erről volt szó. Kol hának sanöj de malach rabá filu umnele beiszélei kara. Mindazokban az években, amikor Rába volt a vezető, Rabbi Jószef még az orvos se hívatta magához, hanem ő maga ment el az orvoshoz. Ez a jele volt annak az alázatnak, hogy ő nem gondolta azt, hogy azért, mert őt tartották megfelelőbbnek, és majdnem őt választották meg, és ő volt az, aki visszamondta a megválasztást, akkor járna neki ilyen nagy kóved, vagy tisztelet, hogy az orvos hozzájárjon ki. Nem, ő egy egyszerű emberként járt el. Amarabi Avina Lévi, Májdik Szív Járha, Semmi Jöjmszer Jösszeg Gevho, Semmi Lévi Jákev. Eléké Jákev, Eléké Avram Yitzchok. Mikán le bál kajra, se ikanesz ba avjasel kajra. Ugye, Rabbi Abin azt mondja, a Zsoltárokban úgy fogalmaz Dávid, az örökkévaló válaszoljon neked a nehézséged napján, segítsen neked Jákob istenének a neve. Miért Jákobra hivatkozik itt? Miért azt mondja, hogy Jákob istenének a neve? Miért nem azt mondja Izsáknak és Ábrahámnak a neve? Azt mondja, ez innen látjuk, mi Kálleb Alkaira, hogyha valaki egy gerendának a tulajdonosa, és szeretné, hogyha a gerendát elvinnék A helyről a B helyre, Jikanezbe Avjas Alkaira, akkor neki is ki kell vennie a részét a gerenda cipeléséből. Sőt, a gerenda közepén kell, hogy álljon, és ott kell, hogy cipeljen. Hogyan ez ide? Ugye Jákob volt az a három ősatya közül, akinek a legnehezebb dolga volt. Ő volt az, akinek 12 gyereke volt, és számüzetésben kellett, hogy nevelje a gyerekei, és így tovább, és így tovább. És ezért, amikor nehézség van, és a nehézséget, Isten segítséget kérjük, akkor azt mondjuk, Jákob isteneként hivatkozunk rá, mert azt akarjuk ezzel kifejezni, hogy mi hiába kérjük az ő segítséget, nem leszünk restek magunk is tenni a saját magunk érdekében. Nem hagyatkozunk csak rá. Ő vigye el a balhét, ő vigye el a gerendát, és mi pedig csak oldalt álljunk és nézzünk. Amara Vábina Lévi Kalanel nem viszont Dasza, se Talmit Hacham Sari, be Szöjj, ha kínul nem az éves Hina, amely erről van szó, amit az utóbbi, az előző órán, az előző lapon is beszéltünk, a bölcseknek, a tanulásnak és a tanításnak a jelentőségére, a következő mondások is erről fognak szólni. Azt mondja, bárki, aki egy olyan étkezésen, egy olyan lakomán vesz részt, ahol egy nagy tóratudós is részt vesz, egy nagy rabbi is részt vesz, az olyan, mint hogyha az isteni dicsfényben részesülne, az isteni dicsfényben sütkérezne. Ahogy írva van, se nem áll, javaj, nárvaj, kalzik, nézze a lech, a lech, mint hajszem, ma is a nifnerökim. Amikor Jitró, Mózes apósa meglátogatta Mózest, akkor azt mondja a Tóra, és jött Áron és az Izrael vénei mindahányan, hogy egyenek kenyeret Mózes apósával Isten előtt. Mi az, hogy Isten előtt? Kilifne elő kimachló? Isten is ott volt? Isten evett velük? Mert olyan lifne ma is achló? Mózes volt az, aki velük evett. El a lajmelach se kola nenem szózes támad hacham sajnem szajnem 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 szajnem. Ebből látjuk, hogy az, hogy Mózes ott volt, az amit Isten maga is ott lett volna. Tehát ha valaki ehhez hasonlóan egy rabbival, egy bölcsel étkezik együtt, az olyan, mintha Istennel lenne együtt. Amarabi Ávina Lévi, ilyen nifta meha vérőjár, mert ő mellő, hogy léhbe salló, mert léhle salló. Azt is mondta Rabbi Ávina Lévi, ugyanez a rabbi, amikor valakitől elköszönsz, akkor figyelj arra, hogy hogyan köszönsz el tőle. Ne azt mondd neki, menj békében, nem mondd azt neki, menj békével. Sere Jisztó és Amarabi Mönsön léhle salló. Jitró is
Jitrónak is Mózes azt mondta, menj békével. Ala vicliach, bocsánat, Jitró mondta Mózesnek, amikor Mózes ugye elhagyta, hogy visszamenjen Egyiptomba, akkor azt mondta Jitró Mózesnek, menj békével. És mi lett az eredménye, hogy Mózes lett a zsidó nép vezetője? David shamar lo ilav shalom, lech besalom, halach venisla. Viszont Dávid ezzel szemben, aki azt mondta Avsalom fiának, menj békében, nem békével, annak mi lett a vége, hogy, hogy meghalt. Ugye, ha valaki azt mondja, hogy menj békével, az azt jelenti, hogy, hogy még nem érted, hogy még nem érted el, mi a különbség? Azt mondom, hogy menj békével, vagy menj békében. A menj békével azt egy élő embernek mondom, a menj békében azt egy halott embernek mondom. De ugyanígy fordítva, Rabbi Yavinah Levi azt mondta, mi a niftam, hogy nem ész állni, mert olyan lech lesalim, egy halott embertől ne úgy búcsúzzunk el, menj békével, hanem mondjuk azt, hogy menj békében. Ahogy írva van Ábrahámnak a proféciájában, látomásában, Isten azt mondta neki, váltott olyan a vészel, te pedig meg fogsz térni atyáidhoz békében. Ugye most, ha jól értem, akkor a különbség azt mondom, hogy békével vagy békében. A békében ez egy befejezettséget fejez ki. A békével az azt jelenti, hogy még lesznek különböző akadályok, amin keresztül kell, hogy menjél, lesznek különböző problémák, különböző nehézségek, de a béke kísérjen mindezen nehézségeken keresztül. Békében az azt jelenti, hogy kész, vége a filmnek. És ezért egy halottól úgy köszönünk el, úgy búcsúzunk el, hogy menj békében, egy élő embertől pedig úgy köszönünk el, hogy békével. Amar Lévi, bár hia, jöjjtszem észak, neszem, nincs, beszem, mindes, vagy észak, tajra, zöjjjön, a kábepné és hina, az az ember, aki a zsinagógából, amikor vége van az imának, a tanházba folytatja, és a tórával foglalkozik, az ki fogja érdemelni, hogy az isteni dicsfényt is meglátja, a túlvilágon, és nem már ilyen, menjetek egyik szintről a másik szintre, hogy Istent lássátok Cionban, írja a Zsoltárokban. Ugye az egyik szintről a másik szintről azt jelenti, hogy az imából folytassátok a Tóra tanuláshoz. Amarab hiavara vási amar ráftál mindegy, ha hamim én lem, nuha lejbejlem, házevelejlem, hába azt tanította, a bölcseknek nincsen békéjük, nincsen nyugtuk, sem ezen a világon, sem a túlvilágon, nem már élhom a hájra, ölkeimbe Cion, ugye ez a mondat, menjetek egyik szintről a másik szintre, lássátok Isten Cionban, vagyis ez arra utal, hogy a bölcsek azok mindig folytatják a tanulást, mind ezen a világon, mint a túlvilágon, és egyre gyarborítják a tanítást. Amire ezzel, amire a Chaminyatán, már bőm sálomba élom, a bölcsek, a Tóra tudói, azok a békét gyarapítják a világon, ahogy írva van, és nem már a halban állják, limda a sem, rávsalemben, nagyik minden fiaid, az örökkévaló tanítványai, és nagy béke, béke a osztályrészük fiaidnak, azt a szót, hogy fiaid, banáik, azt úgy is lehet fordítani, hogy banáik, építőid, magyarul az örökkévaló tanítványai, azok nem csak a fiai, hanem az építői is, ők építik, gyarapítják a békét a világban. Shalom levre a háveszer szechvénem, hogy mikser, írva van az is a Zsoltárokban, hogy béke a Tóra szeretőinek, és semmi akadály nem állhat előttük. Jihi shalom mihélek sálavam men a szaik, legyen részed a békében, Jeruzsálem, és megnyugvás a házaidban. Le mána hájveréja dávrana shalom bach, és a Zsoltárok folytatja, a testvéreim és barátaim érdekében békét kérek te rád Jeruzsálemre, de mám bésze semmire kéne vágsataim lach, az örökkévaló házáért kérem minden jót te rád, ha sem ozlám a jitteim, az örökkévaló erőt adjon a népének, ha semje vareha számimra salom, az örökkévaló adjon békét, áldja meg békével a népét. Hádrana lach raje, veszlikalach meszehez brejhasz, ha raje, veszlikalach meszehez brachasz, ezzel befejeztük a Brachot traktátust, és a befejezés Szium ünnepséget, azt már pénteken megtartottuk. Következő alkalommal hétfő reggel találkozunk akár a zsinagógában, akár itt a Facebookon.
reggel 7:30 folytatjuk a Sábát traktátus 3. lapjával. Mindenkit sok szeretettel várok.